Már az új csizmákban táncolják a kodályos diákok a széki táncokat az intézményben. A tanulók nagy örömmel próbálták fel és vették használatba azokat a néptáncos bőrcsizmákat, amiket Kazinc Barcika város önkormányzatának segítségével szerzett be az iskola. Nagyon örültünk annak, amikor hozzánk fordult az iskola néptánc tanszaka egy kicsi segítség kéréssel, ami gyakorlatilag nekik sokkal fontosabb, mint az, amit mi látunk ebből. Amikor a néptáncot az ember látja, akkor nincs olyan magyar ember, akinek a szívében nem lenne egy kis melegség, és gondolna arra, hogy ez is egy olyan dolog, ami megkülönböztet minket a világ számos más pontján élő embertársainktól. És amikor a iskola azt kért, hogy a néptánc tanszaknak csizma ajándékkal segítsen az önkormányzat, akkor az volt az első, hogy Szitka Péter polgármester úr ennek a kezdeményezésnek az élére állt, és azt mondta, hogy ennek az önkormányzatnak, amely itt Kazincbarcikán székel, annak az iskolának, amelyik Kazincbarcikának a színesítésével gyakorlatilag nagyon nagy szerepet vállal a kultúra terén, nincs más lehetősége, mint hogy segítsen, és így került sor a mai csizma átadására. A néptánc tanszakon oktató tanárok elmondták, ezek a csizmák, ha megfelelően vannak használva és tárolva, akár 30-40 évig is használhatók lesznek. Úgy gondolom, hogy ez a jelképes átadó, ez nagyon jól jött most a néptánc tanszaknak, hiszen azokat a csizmákat sikerült pótolni, amiket közel 30-40 évig már használtak, de ebben az évben már kinőttek a gyerekek, illetve tönkrementek, és a helyet 10 gyönyörű pár csizmát kaptunk. Én nagyon boldog vagyok, és ahogy a megnyitón is láthattuk, hogy a jelképes átadón, a gyermekek is nagyon örömmel vették ezt fel alá, nem kézbe, hanem fel a lábukra, és már be is mutatták itt a tudományukat, és táncoltak is. A 10 pár csizma között van úgynevezett puhaszárú és keményszárú lábbeli is. A kodályos tanulók ezeket fellépéseken, vizsgaelőadásokon és a mindennapos táncórákon használják.